Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkat egy rögzített stúdióbeszélgetéssel kezdjük. Kozánk Polett főszerkesztő, Szemereiné Pataki Klaudia polgármesterrel a Kecskemét jövőjét meghatározó fejlesztésekről beszélget. Ezt követően megmutatjuk, milyen tárlattal készült a kiskunhalasi Torma János Múzeum, amelyel az aradi vértanúkra is emlékezünk. Végezetül vendégünk lesz Pap Attila Gyula, a Szólj be a papnak szervezője, illetve Csiszér László zenész énekes, akikkel az október 9-én megrendezésre kerülő Szólj be a papnak eseményről beszélgetünk. Már is kezdünk! Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Egyre bővül Kecskemét oktatási rendszerének kínálata. Az idei évtől már kettős érettségit is szerezhetnek a városban a fiatalok a Mercedes Schule képzésének köszönhetően. Emellett több iskola környezetében épülhetnek sportcsarnokok, és az egyetem is magasabb működési és fejlesztési pénzből gazdálkodhat. Bővül a bölcsődei hálózat is, amely a fiatal családok életét könnyítheti meg. A nap vendégem a Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, aki ezekről a Kecskemét jövőjét meghatározó fejlesztésekről beszél. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Az idei tanévre készült el a Bányai Gimnázium sportcsarnoka, és letették az alapkövét a Katona József Gimnázium sportcsarnokának is. Több évtized várakozás után valósulhatnak meg ezek a beruházások. Mi az oka annak, hogy most ezek így révbe juthatnak, ezek a fejlesztések, beruházások? Igen, hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, mind a két igazgató úr azzal a kéréssel keresett meg engem polgármesterként, hogy ha valamibe tudok segíteni, az, hogy mind a két iskola nagyon kiváló teljesítményet, nagyon kiváló teljesítményt nyújt, jók a fölvételi számaik, kiváló oktatási környezetük van, de mellette azért nem ártana, hogyha a sport életben is, és a sport felszereltségük és infrastruktúrájuk is tudna javítani. Egy régi-régi álma mind a két intézménynek, hogy egy új sportcsarnoka legyen, és ha találok erre bármilyen megoldást, akkor abban ők partnerek. Természetesen ilyen direkt támogatási forma nincs, és ugye nem is a városnak elsősorban a feladata, hiszen állami feladattá vált az oktatás fenntartása és finanszírozása, de mint polgármesterként azt gondoltam, hogy ez kiemelten fontos, ez a kérés és terület, és van is rá lehetőség, egy nagyon különleges összefogásnak köszönhetően, de itt szeretném hangsúlyozni az összefogást, hiszen nagyon sok szereplőt kellett koordinálni, meggyőzni, együttműködésre kialakítani, de természetesen a lehetőséget maga a magyar állam kormány teremtette meg, hiszen a TAO beruházás rendszerén keresztül, a TAO beruházások rendszerén keresztül tudtuk megvalósítani mind a két sportcsarnoknak a költségvetési hátterét. Keveset tudunk erről a TAO-ról, csak röpködnek ezek a szavak. Számunkra azért is egy nagyon előnyös lehetőség, hiszen itt is megmutatja Kecskemét a gazdasági erejét, hiszen azok a vállalkozások, akik jól prosperálnak a térségben, a városban, és fölajánlják a társasági adójuk befizetett adó mértékét helyi célokra, azt az összeget tudjuk felhasználni. És szerencsére sikerült sok olyan vállalkozást találnunk, akik jól prosperálnak a városba, és kellő mennyiségű adóval tudtak hozzájárulni ezekhez a beruházásokhoz, hiszen mind a két beruházás azért több százmilliós nagyságrendű, a két beruházás meghaladja a 1,5 milliárd nagyságrendet. Ebből a város 30%-os önerőt biztosított, de az összes többit a vállalkozások ereje és képessége és eredménytermelő képessége tette hozzá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan erő, amit érdemes megemlíteni, érdemes kiemelni, és ezekből kovácsoltunk nagyon sok-sok apró beruházásokat is, fejlesztéseket is, mindemellett a két nagy sportcsarnok mellett. Kecskemét gazdasági erejének és az oktatási rendszernek az összefüggésére jó példa a Mercedes Schule ide települése is. A napokban jelentették be, hogy a Mercedes Schule már kettős érettségit is ad. Honnan, hova jutott el ez az intézmény? Azt gondolom, hogy példaértékű ez az út is.
Igen, hát egy felemelő érzés volt ott ülnöm a tegnapi ünnepségen, hiszen 2008-ban indult ez a történet, és le is vetítették a történetet képekben, úgyhogy úgy számomra is meglepő volt, hogy egy gyakorlatilag 13. éve dolgozunk folyamatosan ezen az oktatásfejlesztésen, ezen speciális oktatásfejlesztésen a városba, és lépésről lépésre nagyon szép eredményeket érünk el. És úgy érjük el, hogy ugye az alapvető feladatunk az volt, hogy a betelepült német családok gyermekeinek biztosítsunk oktatást. És ezen túlmenően nem csak a német családok gyermekei részesülnek ma már ilyen típusú képzésben, hanem a kecskemétiek is beiratkozhatnak ebbe az oktatási központba, általános iskolától egészen az érettségiig bezárólag, hiszen ez volt a tegnapi napnak az üzenete, hogy sikerült megszerezni azt a engedélyt, amivel ez az iskola kettős érettségit tehetnek az itt tanuló diákok. Tehát a másik nagy jelentősége ennek az oktatási központ fejlesztésnek, hogy ez az iskola belekerült egy nemzetközi hálózatba. A németországi külföldön lévő iskolák 142-en vannak a világ minden egyes pontján, és ebbe a hálózatba került bele a kecskeméti iskola is, tehát egy olyan kapcsolati tőkét tudnak kialakítani mind az iskola oktatói, diákjai, szülői, akik egy nemzetközi hálózatnak a részeseivé válhatnak, és így tudják kamatoztatni azt a tudást, tapasztalatot, kapcsolati tőkét, amit megkaphatnak ebben az oktatási intézményben. A középiskolák után pedig ráadásul már az egyetemet is végezhetik itt helyben, akár a kecskemétiek, akár nyilván az országból más honnan is érkeznek diákok a Kecskeméti Neumann János Egyetemre, és a közelmúltban arról szóltak a híradások, hogy minden eddiginél nagyobb működési és fejlesztési forrás érkezik ide. Milyen lehetőségeket biztosít ez a Kecskeméti Egyetemnek? Hát ez egy óriási továbbfejlődési lehetősége a Kecskeméti Egyetemnek, hogy egy nagy utat jártunk be, hogy bekerüljünk ebbe az élmezőnybe, és bennmaradjunk egyáltalán Kecskemét, mint vidéki város ezzel a kis létszámú egyetemével, de annál büszkébb vagyok erre az útra, és azt gondolom mindannyian büszkék lehetünk erre Kecskeméten, és legfőképpen azokra az oktatókra, akik azokat a tudományos eredményeket, és azokat a népszerű szakokat oktatják, képezik, amelyek láthatóak, hogy igenis népszerűek, és keresik a hallgatók. Ugyanis az elmúlt években tendenciózusan emelkedik a hallgatói létszám a Kecskeméti Egyetemen. Ugye még mindig a műszaki egyetem az, ami műszaki kar az, ami viszi az egyetemnek a lelkét és erejét, de természetesen a GTK kar, a gazdaságtudományi kar is valami eszméletlen fejlődést futott be az elmúlt években, bekerült az MBA képzések élbójába, ott is nőnek folyamatosan a hallgatói létszámok, és ebben az évben a vidékfejlesztési karunk is óriási hallgatói érdeklődésre tehetett szert, tehát megtöbbszörözte a hallgatói létszámát a vidékfejlesztési kar is. Szerencsére ezt fölismerve a kormányzat ebben a modellváltó rendszerben egy új finanszírozási környezetet biztosít, és így többszörös támogatást is biztosít az intézmény számára, ami elsősorban azt a fejlődési utat, amit mi itt most különösen pályázatokkal, ilyen-olyan kapcsolati segítségekkel, vállalatokkal, egy kemény munkával tudtunk felépíteni és szinten tartani, ehhez egy komoly állami támogatást biztosít az elkövetkezendő évekbe, és biztonsággal tudjuk továbbfejleszteni a képzési kínálatát, struktúráját és a versenyképes kínálatát ennek az egyetemnek. Ha a legkisebbekről beszélünk, akkor a bölcsődei ellátórendszer is bővül Kecskeméten, Katonatelepen már épül az új bölcsőde. Hol számíthatnak még a kecskemétiek új létesítményekre, a fiatal családok nagy örömére? Azt gondolom, hogy kutya kötelességünk, hogy nagyon kedves és nagyon kényelmes környezetet teremtsünk számukra és a családok számára, hiszen elsősorban a szülőket és a családokat szeretnénk segíteni ezzel a bővülő szolgáltatással, hogy egyre több helyen, nagyon közel a lakóhelyükhöz tudunk bölcsődei férőhelyeket kínálni.
Ugye korábban a városközponti koncentráció volt jellemző, most az elmúlt években megtehettük azt, hogy a újonnan betelepülő városrészeinkben, ahol elég nagy lakosságszám változás és újépítésű házak robbanásszerűen épültek meg a különböző városrészeinkben, ott is tudjunk helyben bölcsődei férőhelyet biztosítani. Így ugye katonatelep került sorra ebben a pályázati lehetőségben és forrásteremtésben. Most Hetényegyházán bontottunk éppen pályázati csomagokat, úgyhogy ott is indulhat a kivitelezés, és úton van még azért a Széchenyi városban még egy bölcsődei kapacitás, hiszen látható, hogy ezekben a városrészekben robbanásszerű a fejlődés. Az az elnéptelenedett városrészek, amelyek évekkel ezelőtt jellemzőek voltak a városba, ezek új életet kaptak, kitelepültek a fiatalok, látható, hogy benépesítették a városrészeinket, aminek én kifejezetten örülök, és annak is örülök, hogy azzal a kedvezményes telekértékesítési programmal, amit a város elindított, Kadafalván és Katonatelepen és Hetényben egyaránt, ezzel a programmal mi is tudtunk azon kívül még segíteni, hogy bölcsődei és óvodai és iskolai férőhelyeket biztosítunk ezeken a városrészeken. És hát a legújabb bölcsőde a városban Homokbányán van jelenleg, ha jól mondom, mellette pedig felépült az evangélikus óvoda, ami szintén új színfoltja a város oktatási nevelési életének. Milyen igény szülte ezt a beruházást, az evangélikus óvodának a építését? Hát, hogyha ma arra járunk, és javaslom a kecskemétieknek, hogy akik más városrészben is laknak, és nem sűrűn járnak a városunknak azon a területén, érdemes megnézni. A Homokbányát kirobbantottuk a mélypontjáról, hiszen mindenki tudja, hogy ez egy borzasztóan lepusztult negyede volt a városunknak, ráadásul egy autópályáról lejött városi látkép kapujában, úgyhogy én örülök neki, hogy sikerült elindítani a fejlődést ezen a területen. Itt is ugye új lakások épültek, fiatalok költöztek be. Ugye az egyetem volt korábban jelen, nagyon kis mértékben, de gyakorlatilag egy elhanyagolt terület volt. Új léletet, új lüktetett dinamikát kapott az egész térség. Ugye egy zöld város programot indítottunk el, több milliárd forrást tudtunk megmozgatni, hogy ez a városrész ez újjáépüljön, újjászülessen, és ide tudott beköltözni a Mercedes iskola, és ide tudott beköltözni a bölcsödénk is, ami a ma legmodernebb bölcsöde Kecskeméten, nagyon édes kis bölcsödéje a városnak, és most pedig örülök neki, hogy a teljes szolgáltatási spektrumot le tudjuk fedni, és óvodai férőhelyeket is tudunk biztosítani ott ezen a területen egy új partnerrel, egy új szereplővel, az evangélikus egyházzal, akik szintén stabil támogatói a város fejlődésének és családbarát környezet megteremtésének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy segítséget fog nyújtani nem csak a homokbányai családoknak, hanem az Alsószéktó, Felsőszéktóba települő családoknak és Kadafalvánnak is ez az óvodai férőhely kapacitás. Kicsit előre tekintünk az elkövetkezendő napokra, akkor szót kell ejteni az október 21-i közgyűlésről. Mire számít, hogy mennyire nyomja rá a bélyegét a bal oldalon belül található, tapintható feszültség a közgyűlési munkára? Hát ugye én, mint polgármesterként mindig is arra törekedtem, hogy konszenzus legyen a városban, béke legyen a városban, és a magunk problémáival foglalkozzunk elsősorban, és a várost érintő problémákkal foglalkozunk, és arra koncentráljunk. Most sajnos azt tapasztaltam az elmúlt hónapokban, és ezért kellett tavasszal is megszólalnom, hogy az ellenzéki politikusok felcserélték a helyi politikát egy országos politikára, és elsősorban magukkal foglalkoznak. És ez már csak habatortán, hogy az elmúlt hetekben Kecskemét, mint egy botrányváros került az ellenzéki előválasztás során napfényre és a hírekbe, ami számomra nem egy kellemes megoldás ilyen szempontból, úgyhogy én arra törekszem a jövőben is, és arra kérek mindenkit, hogy ebben segítse a munkámat, hogy azt a konszenzusos politikát, amit a városban folytattunk az elmúlt évtizedekben, és folytattam én is személyesen,
azt szeretném tovább is megőrizni, hiszen ez a város így egész, így fejlődik, így tudjuk közösen megoldani a problémáinkat, és így tudunk a jövőre koncentrálni. A botrányok, a csalások, a feljelentések, azok nem viszik előre a munkát. Polgármester asszony, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk minden évben. Bács-Kiskun megye szívében található az a több tíz négyzetméteres festmény, amely örök mementó és főhajtás vértanúink nagysága előtt. Kecskemétől is elérhető távolságban a kiskunhalasi Torma János Múzeumban novemberig nem csak ezt a mementót, de egy különlegességnek számító magángyűjteményekből származó tárlatot is megtekinthet a közönség. Torma egy katonai négyszögbe ábrázolja a jelenetet, és a főcsoport, az a tábornok csoportja. Szakála Urén a kiskunhalasi Torma János Múzeum igazgatója Torma János aradi vértanúk című művét elemezte a mártírhalált halt tábornokok kivégzésének évfordulóján. 2017 óta egy állandó és nagy Torma János kiállítás kap helyet a múzeumban, ennek egyik termében található az alkotó három óriás festménye. Ezek közül kettő is az 1848-49-es évek történéseihez kapcsolódik. A Talpra magyar és az aradi vértanúk című művek nem csak méretükkel nyűgözik le a közönséget. Torma János úgy gondolta, hogy emléket kell állítani az aradi vértanúknak. 13 tábornokot végeztek ezen a napon ki Aradon, és hát mivel 4 tábornokot por és golyó általi halálra ítéltek, és 9-et akasztottak, ezt egy festményen nem lehetett megoldani, és ő a 9 mártírnak az utolsó pillanatainak a megörökítését választotta. A festmény Pöltenberg Ernő honvéd vezérőrnagy halálának pillanatát ábrázolja, aki a bitófa alatt így szólt, szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni. A művészet történészek azt mondják, hogy a fejénél levő kötél az glória. És a Pöltenbergnek a tekintete az a kép jobb szélén levő keresztre vetül, és alatt állnak a mártírtársak. És ezt a pillanatot örökítette meg Torma. A saját korában nem volt, tehát részben nem volt sikere, mert a 1896-os millenniumi kiállításra a zsűri nem örömmel fogadta, hogy hát milyen lesz az, hogyha majd az uralkodót a kép elé vezetik. A budapesti Városligetben megtartott millenniumi kiállításon így nem lehetett ott a kép, azonban a közelben lévő Van Petics vendéglőben helyet kapott, ahova özönlöttek a látogatók, hogy láthassák a tiltott képet. Torma János így emléket állított 1949. október 6-ának, és egyben ikonikus alakká vált a művészetben, és hagyatékával pedig tovább erősítette a nagybányai alkotóközösség munkájának és szellemiségének fennmaradását. A művészről elnevezett múzeum állandó kiállítása közel 100 év alkotói gondolkodását mutatja be. 35 nagybányai alkotónak van itt festménye, néhány kisplasztika szobor is van, és szerepelnek az alapító atyák, Hollósi Réti, Iványi Gülvad, Ferenci, Torma János, és a további nagybány jelentős mesterek, például Ciffer Sándor, Perlott Csaba, Mikol András. Nagybánya a 19. század utolsó éveiben már az alkotás központjává vált. A festők mekkájaként is jellemezték. A stílusok bár keveredtek az évek során, az alkotás folyamatában egy közös nagy alapelv volt a plener. Akik a nagybányai alkotás szabad légkörét szeretnék megismerni, most egy időszakos kiállításnak köszönhetően még többet láthatnak ebből. Ebbe a terembe a korai képekből és hát a nagyobb képekből adjunk válogatást, hogy ebbe a nagyobb falfelületen láthatóak legyenek, egymás után sorakoznak a különböző jelentős mestereknek a munkái. A nagybányai remek művek magángyűjteményből kiállítás segítségével korai műveket és lehetőleg minél nagyobb képeket igyekszik bemutatni a múzeum. A tárlat tisztelgés és az alkotótelep fennállásának 125 éves jubileuma előtt is. Az időszakos kiállítás 55 képe november végéig tekinthető meg. Október 9-én újra lesz Szólj be a papnak esemény. A főtéren, a Tér a térben helyszínén várják az érdeklődőket. Ételosztás, élő zene és élő üzenet után 15 órától 7 felekezet képviselőit faggathatják a résztvevők. Ezzel kapcsolatban vendégünk most Pap Attila Gyula, a Szólj be a papnak szervezője, illetve Csiszér László, zenész, énekes. Jó estét kívánok! Sziasztok. Jó estét kívánok! Jó estét! Mit lehet tudni most erről az eseményről? Azt lehet tudni erről az eseményről, hogy az
Előttünk volt már három esemény, volt kettő élő, meg volt egy online, a Covid miatt emiatt volt egy kis leállás. Legalábbis itt Kecskeméten. Itt Kecskeméten. Magáról szólj be a papnakról, hát az országhatárokon túlburjánzott, már volt Münchenben is, meg Debrecenben is, Erdélyben is volt már szólj be a papnak. Most elérkezett újra ismét Kecskemétre, és ez a mai alkalom, vagy ez a holnap utáni alkalom, ez egy ételosztással egybekötött alkalom lesz, és a témája az, hogy hit az egyházon kívül. Ezt lehet tudni nagyon röviden erről az alkalomról. Akkor az előzőekhez képest annyiban változott, hogy most ételosztás is lesz, illetve élő zene is. Igen, élő zene is lesz, hála jó Istennek, hogy most így lett megszervezve, hogy zenében is ezt szeretnénk mondani, azt az üzenetet, hogy milyen mértékben szükségünk van arra, hogy a szívünket ténylegesen átjárja Istennek a szeretete, és ezt szeretnénk megfogalmazni ritmikus, felszabadult dallamokkal, zenével együtt, és elmondani, és próbálni őket bátorítani arra, hogy velünk együtt énekeljék ezeket az egyszerű igazságokat, hogy tényleg a szívük tapasztalata legyen, és ne csak az ajkuk, vagy csak a szájuk énekeljen. Ezek a te saját szerzeményeid? Lesznek benne saját szerzemények is, igen, hiszen nagyon szeretem ugye dalba foglalni azokat az igazságokat, amiket én is a szívem mélyén megélek, megtapasztalok. Szeretném elénekelni azt a dalt is, hogy Atyám Istenem, a te szerelmed hozott létre engem, és azért szeretem ezt így megfogalmazni, mert ebben a szóban számomra benne van az a lendület, és az a tűz, és az a stabilitás, ugye, hogy szerelmed hozott létre engem, hogy tényleg megalkotott engem Isten, és ezt én is megtapasztaltam. Egyébként a Zsoltár, a 139-es Zsoltár a kiindulási pontja. És akárhányszor ezt elénekelem, ezeket a dalokat, vagy konkrétan ezt is, mindig átjárja a szívemet az első tapasztalat, amikor én is átéltem, hogy Isten közel jött, és az az ember, aki voltam, amilyen voltam, úgy, ahogy voltam, átölelt. És ez a tapasztalat, ez mindenek fölött való. És nem csak egyedül fogsz zenélni, hanem zenésztársaid is lesznek. Így van, így van. Basszus, gitár, dob, szóló, gitár, fuvola, szóval a zenész barátaimmal együtt énekeljük ezeket a csodálatos dalokat, amit ajánlunk mindenkinek, mert tudom, hogy a szív mélyén mindenki erre várakozik, vágyakozik. Attila, kiket lehet majd faggatni? Mike Sámuel baptista lelkészt, Hankóczi Gergelyt, aki református lelkész, ő az 59. Szent Györgyi Dezső repülőbázis tábori lelkésze, Őrnagy úr, Kis János evangélikus lelkész, Szerdi Szilárd pünkösdi lelkészt, Balázs Mihály görögkatolikus diakónust, Róna Tamás rabbit és Balog Tamás piarista szerzetes atyát lehet még kérdezni. És tényleg bármiről lehet majd kérdezősködni? Hát a szombati alkalomnak a témája a hit az egyházon kívül. Természetesen bármit lehet kérdezni. Van egy fantasztikus moderátorunk, a kedves kolléganőt, Berta Bea. Ő fogja kézben tartani az eseményeket. Őtől függ, hogy mit lehet kérdezni valójában. Miért tartottad fontosnak, hogy megteremtsd ezt a lehetőséget? Nagyon sok emberrel beszélgetek, és azt látom rajtuk, hogy keresnek, de nagyon sok előítéletük van, hogy milyen az egyház, milyenek a papok, és nem mennek el a templomba. Ami mondjuk érthető is. De ez egy olyan alkalom, hogy el lehet menni, és meg lehet kérdezni őket, ami a szívüket nyomja, amiben kételkednek, ami a bizonytalanok, ami előítéletük van, ott rá lehet kérdezni, hogy tényleg úgy van-e, meg lehet kérdezni a lelkivezetőket, az atyákat, hogy jól gondoljuk-e vagy sem ezeket a dolgokat, amik nyomnak bennünket. Mik voltak a korábbi tapasztalataitok? Mi az, ami az embereket leginkább érdekli? Hát nagyon sok minden érdekli az embereket, igazából nem is kiemelni egyet. Egyáltalán kik jönnek el erre a rendezvényre? Jönnek gyülekezeti tagok, de jönnek olyan emberek, akik keresők, kételkedők, hitetlenkedők. Tényleg ez egy olyan esemény, ahol mindenkit érdekel. Kicsi provokatív a cím, persze. Szólj be a papnak. Igen, hát ez nem véletlen, erre kapja fel a fejét az ember. Be is lehet szólni egyébként, tehát hogy nyugodtan, ami a címe a darabnak vagy előadásnak, nyugodtan be lehet szólni bátran. Lehet-e bármilyen formában támogatni ezt az eseményt? Igen, ételosztás lesz, és az ételosztást, 150 adag ételt fogunk osztani. Az ételeket ételjeggyel lehet átvenni azoknak az embereknek, akik kaptak ételjegyeket, ezt az erre kijelölt emberek osztották szét a városban.
de a helyszínre érkezők is hozhatnak egy tálca süteményt, egy gyümölcsöt, bármit előre csomagolva, környezet tudatosan előre csomagolva, és azt a rászorulók, az arra tévedők nyugodtan elvihetik. Aki szeretne részt venni ezen az eseményen, kell-e jelentkezni, vagy van-e bármilyen szabály? Az a szabály, nincs szabály, jelen kell lenni, el kell jönni, kérdezni kell, hallgatni kell, figyelni kell, nyitottnak kell lenni, ezt kívánom. Így számítok a kecskeméti közönségre. Jó, tehát október 9-én szólj be a papnak esemény, és 14 órától már a tér a térben várjátok az érdeklődőket. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánok ehhez az eseményhez. Köszönjük. Köszönjük szépen. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A Nemzetgyász napjára emlékeztek szerdán Kecskeméten is. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormányminiszterelnökét. A botrányok, a csalások, azok nem viszik előre a várost. Így reagál Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a baloldali pártok között dúló botrányra. A városvezető a konszenzusos politikára törekszik a jövőben is. Az igazi ész beköszöntével egyre több feladat hárul a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Munkatársaira. A falevelek összegyűjtése mellett a főtéri virágágyások növényeinek cseréje és a hideg aszfaltozás is a feladataik közé tartozik. A Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban és fiók könyvtáraiban október 5-e és 10-e között változatos programok várják az érdeklődőket minden nap más témakörrel az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozaton. Időszakos vízhiány lesz hétfőtől a Hunyadi városban. Október 11-től a Pázmány Péter és Baross utca környezetében átmenetileg szünetel a vízszolgáltatás. Egészen december 15-ig vízvezeték felújítási munkálatok miatt. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak akkor is velünk, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!